A vízivárosi iskolában tartotta a ciklusértékelő elköszönő lakossági fórumát Horváth Miklósné önkormányzati képviselő, aki beszélt a 2024-ben elvégzett vízivárosi fejlesztésekről, felújításokról, és összegzést adott az elmúlt 14 évben végzett munkájáról is. A fórum rendhagyó pillanatokkal kezdődött, Cserpalkovics András polgármester úgy fogalmazott, hogy egy kiváló közéleti szereplőtől búcsúzunk, de csak mint önkormányzati képviselőtől, mert hosszú ideig remélhetőleg velünk marad és tovább segíti a vízivárosiak és az önkormányzat munkáját azzal az emberséggel és alapossággal, ami rá jellemző. Egy kiváló személyiség, kiváló ember, kiváló képviselő Horváth Miklósné, nekünk csak Saci néni, aki hosszú-hosszú évek óta itt a vízivárosban élők ügyeit intézi, a környezet fejlesztésért felel, és ezt folyamatosan mondva elkötelezetten végezte is. És most ugye zárul ezekben a napokban az előző önkormányzati ciklus. Ő már nem indult újra a választásokon, és átadja Patik Ferencnek a körzet ügyeit. Ez a lakossági fórum is most ennek keretében került megrendezésre. Horváth Miklósné beszámolt a 2024-es év vízivárosi fejlesztéseiről, kiemelve, hogy a 10 millió forintos képviselői keretet megpróbálta hasznosan és jól elkölteni. Játszótereket fejlesztettek új játszóeszközökkel, burkolati jeleket festettek újra a körzetben, és zöld területeket, parkokat kellett rehabilitálni. A fejlesztések ismertetését követően Saci néni felidézte az elmúlt 14 évet. Úgy érzem most itt 14 év után, hogy amit én a magam részéről tudtam adni, az együttérzést, a segítséget, a gondoskodást, az talán azt a bizalmat, amit én 14 éven keresztül kaptam, igyekeztem meghálálni, és tulajdonképpen nagyon meg vagyok hatva, mert annyi szeretetet, annyi barátságot, annyi kedves embert kaptam, amit talán életemben sohasem. Horváth Miklósné bemutatta Víziváros új képviselőjét, Patik Ferencet is, akinek édesapja hosszú ideje kezeli a vízivárosiak egy részét. Több programot próbálnék majd megvalósítani. Az egyik és legfontosabb, hogy az épített környezetünk az biztonságos legyen és zöld. Tehát, hogy minél több zöld felület vegye minket körül, fák, bokrok, a területek, illetve az, hogy amiket használunk gyalogosként vagy autós közlekedésben nap mint nap, biztonságban érezzük magunkat és balesetmentes legyen a körzet. Patik Ferenc hozzátette, a legfontosabb, hogy megőrizzék vízivárosnak azt, amit Saci néni megadott. Igazi kihívásokkal teli 5 évnek nézelébe, amely során igyekszik felnőni a feladathoz.